Jó estét kívánok, kedves nézőnk, a konkrét mai vendége Rácz Attila István, a Pannonvíz Zrt. Vezérigazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy nagyon fontos témával fogunk foglalkozni, méghozzá illegális bekötések a szennyvíz csatornára. Hogy pontosan miről van szó és mit is jelent, arra kérem vezérigazgató, hogy mondjuk el a nézőinknek, hiszen abból indulunk ki, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy valamilyen módon a szennyvíz csatornára rákötik a csapadékvizüket. Induljunk ki ebből, hogy nagyon sokan nem tudják ezt, bár azért itt vannak kétségem, gondolom, de ez egy sok éve húzódó, több tíz, több húsz éve húzódó probléma. Mi is ennek az alapja és a gyökere? Igen, valóban én is a jóhiszemű hozzáállásból szeretnék indulni, ami azt jelenti, hogy feltételezzük azt, hogy a lakosság többszöri figyelemfelhívás ellenére is nem 100%-osan készült fel arra, hogy a csapadékvizet a város egyes területein, az úgynevezett elválasztott hálózati rendszereken tilos bevezetni a szennyvízrendszerbe. Elválasztott rendszer említett egy olyan fogalmat, amit nem biztos, hogy ismerünk. Milyenek a rendszerek, a vízelvezető rendszerek? Miért is fontos ez, hogy elválasztott rendszer? Igen. Kétfajta elvezetési technikát ismerünk. Az egyik az úgynevezett elválasztott rendszerek, ami azt jelenti, hogy elválasztjuk a csapadékvizet és a szennyvizet. A másik az úgynevezett egyesített rendszerek. Az egyesített rendszerekben pedig lehetőség van arra, hogy a csapadékvizet ugyanazon a hálózaton vezessék el, mint a szennyvizet. Hogyha megnézzük a városunkat, akkor hol, milyen a felépítése, milyen városrészek vannak, ahol az egyik verzió van, illetve a másik verzió, hiszen ott nem mindegy, hogy rákötik a csapadékvizet, ugye? A városnak a jelentős része az szétválasztott rendszerrel működik. Az egyesített rendszer alapvetően a belvárosi részekre jellemző, ahol eleve nem is adottak elválasztásnak a körülményei, nem biztosítottak. Itt, hogyha mondhatom, hogy a Kismegye, Szabadhegy, Győr, Szentimán, Likócs, Réfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Újváros és Pinyéd, ezek mind olyan rendszerek, ahova nem lehet rákötni ugye a csapadékvizet. Ezek az elválasztott rendszerek, itt a csapadékvíz, szennyvíz hálózatra való rákötése tilos. Miért probléma, ha rákötik a rendszerre ezt a csapadékvizet, és mennyien kötik rá, mennyire próbálják hát így megoldani a csapadékvíz elvezetését? Hát az, hogy mennyien próbálják arra, elsőként hadd mondjam a választ, korábbi években voltak szemrevételezések, helyszíni szemlék, ahol megállapítottuk, hogy igen jelentős mennyiségű lakás, háztartás köti rá a csapadékvizet a szennyvízre, de van egy nagyon exakt módszer ennek a megállapítására, az pedig úgy néz ki, hogy amikor elered az eső, akkor nagyon rövid időn belül a szennyvíztelepeken óriási mennyiségű víz áramlik be. Tehát nem feltételezik, hogy ilyenkor kezd el mindenki, mikor kint esik az eső, zuhanyozni, autót mosni, egyéb vízfogyasztási technikákat alkalmazni. Sokkal valószínűbb az, hogy rákötik a csapadékvízrendszereket, a csatornákat a szennyvízrendszerekre. Hogy miért probléma ez? Azért probléma, mert ezek a szennyvízrendszerek valamikor több évtizeddel ezelőtt nem erre a célra épültek ki. Egyszerű szennyvíz kibocsátási adatokat vettünk figyelembe. Na most időközben az eltelt évtizedekben megváltozott a lakosság vízfogyasztási szokása, sokkal több vizet használunk, ez egyértelműen kimutatható. A beépítettsége ezeknek a területeknek is megváltozott. Nagyon sok korábbi 3-4 ember által lakott ingatlanon ma már 6-8-10 lakásos társasház. Van, nyilvánvalóan a lakásszám szorzódik 2-3-4 emberrel, tehát a vízfogyasztások is megváltoztak, illetve van egy nagyon fontos dolog, ami annyira talán nem is tűnik föl a nézőknek, mégpedig az, hogy megváltozott a burkolt felületek és a szikkasztható felületeknek az aránya. Ma már sokkal kevesebb a szikkasztásra alkalmas zöld felület ezekben a városrészekben is. És hogyha ehhez hozzáveszünk utolsó elemként a klímaváltozást, azt, hogy a 30-40-50 évvel ezelőtti időjárási adatok teljes mértékben megváltoztak, és még akkor egyenletesen jött az eső, és mondjuk heteken keresztül esett napi néhány milliméter, most ez teljesen megváltozott, van olyan időszak, amikor 2-3 hónapig egy cseppeső nem esik, majd a harmadik hónap egyik napján
egy délután leesik az eltelt három havi mennyiség. Na most ez olyan mértékben megterheli a hálózatot, mindez együtt, amit az előbb elmondtam, ez a 4-5 tényező, amelyet egyszerűen már nem tud fogadni nem a szennyvíztisztító telep, hanem a csővezeték. Ebből adódik az, egy ilyen adott átmérő csőn keresztül az adott pillanatban egyszerűen nem tud átmenni több víz, és a víz az keresi az útját. Az keresi azt, hogy hol tud előjönni, és előjön a mélyebben fekvő területeken, visszajön a csatorna fedeleken, és hát azért legyünk őszinték, nem csak, hogy nem szép látvány egy szennyvízzel kevert csapadékvíz az utakon, hanem közegészségügyi járványügyi szempontból sem túl egészséges. Erre a Pannonvízért mindenképpen megoldást szeretne találni, illetve megszüntetni ezeket az illegális bekötéseket. Hogyan? Meg fogjuk szüntettetni ezeket az illegális bekötéseket, mégpedig olyan módon, hogy ugye ez olyan történet, mint a dopping szer, hogy mindig az a kérdés, hogy a doppingolók vagy a dopping ellenőrök járnak a másik mögött egy lépéssel, vagy előtte egy lépéssel. Mi tudjuk azt, hogy a lakosság körében elég elterjedt az, hogy a korábbi füstöléses technikánkat, ami azt jelenti, hogy a vezetékbe bevezettünk különböző színes füstöt, és az megjelent azokon a háztetőkön, ahol a csapadékvíz be volt vezetve a rendszerbe. Ezeket a technikákat különböző kis ügyes technikai eszközök beépítésével próbálták megszüntetni, ellehetetleníteni, de vannak már újabb eszközeink, vannak már újabb módszereink, amelyek sokkal hatékonyabbak, sokkal hatásosabbak, mint ezek a füstölős módszerek, és ezeket fogjuk a következő hónapokban alkalmazni. Mielőtt ugye lesz egy másfél hónapos időszak, amikor mindenki leköltheti ezt az illegális csatlakozást. Így van. Tehát alapvetően abból indulunk ki, amivel kezdődött is ez a műsor, hogy jóhiszeműen állunk ez a dologhoz, és feltételezzük azt, hogy senki sem kívánja a szomszéd telkét elönteni szennyvízzel. De hogy erre a gyakorlati lehetőséget is megadjuk, ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy ilyen kampányt, elindítunk egy ilyen tájékoztatást, és adunk egy lehetőséget, egy időszakot arra, hogy mindenki vagy önként bejelentse ezt a dolgot, és kérje ennek megszüntetésében a segítségünket, vagy saját maga szüntesse meg ezeket az illegális bekötéseket. Ennek a határidejét január 15-ben határoztuk meg. Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező másfél hónap elég kell, hogy legyen arra, hogy ezeket az illegális bekötéseket megszüntessék a fogyasztók. Amennyiben ez nem történik meg, a január 15-ét követő ellenőrzéseknél az üzletszabályzatban, a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hatóság által jóváhagyott szabályzatban meghatározott mértékű büntetéseket fogjuk kiszabni ezekre az illegálisan rákötő fogyasztóinkra. Ez 100 000 forintot jelent, és akár 15 naponként kiszabható egy újabb ilyen büntetés. Tehát, hogyha tapasztaltuk ezt, fölmértük, meghatároztuk ezt a büntetést, amellett, hogy ezt ugyanúgy el kell végezze ezt a lekötést, 15 nap múlva visszamegyünk, és hogyha továbbra is ezt az állapotot tapasztaltuk, akkor újabb 100 000 forintos büntetést vagyunk jogosultak kirúni a illegális fogyasztókra. Magyar embert ismerve mindenféle kiskaput fog találni, az előző tulaj köttette be, nem tudta, hogy valaki véletlenül beköttette. Ilyenkor már ugye ezek az indokok nem elfogadhatóak. A január 15-éig mindenki meg tudja nézni, és teljesen mindegy, hogy nem ő köttette be, az előző tulaj köttette be, bármilyen nagyon okos válaszokat kapunk, ez érdektelenné válik. Tehát minket nem az érdekel, ezzel a kampánnyal nem azt szeretnénk, hogy visszamenőlegesen büntessük és jogvitákra adjunk lehetőséget, hanem azt szeretnénk elérni, hogy megszűnjön ez az illegális állapot. Tehát nem azzal akarunk még egyszer foglalkozni, hogy kitől vette a telket, tudott-e róla, vagy nem tudott róla. Most minden fórumon tájékoztatjuk a fogyasztókat arról, hogy figyeljenek oda, ellenőrizzék, nézzék meg, és a sajátjukról beszélünk. Tehát joga van a saját telkén megnézni, hogy hova van bekötve a csatornája, és szükséges megtenni a szükséges változásokat. Tudom, hogy ez nem a Pannonvízért a feladata, de szakemberként mit tanácsol ilyenkor egyébként ez a lekötés, ez mennyire bonyolult, mennyire kell hozzá szakember, vízvezeték, szerelő, hogy ezt a kikötést megoldják, és mennyire időigényes?
rendszerek válttól is függ nyilván, hogy mekkora házról van szó, milyen ingatlanról, és hogy egyáltalán milyen házról. Rendszerint egy kertes házon a csatorna, ami ugye körbefut értelemszerűen a házon, ezek a levezető csatornák, ez néhány darab. Nem kell óriási nagy beruházásokra gondolni. Adott esetben például vannak ilyen idomok, amiket meg lehet venni bármelyik ilyen üzletben, mezőgazdasági vasfém üzletben, amelyek semmi más nem csinálnak, csak erre a csatornára, ami ugye jön le az adott átmérővel értelemszerűen, csak egy billenő van benne, és akkor átfordítja a vizet, és már is nem a szennyvízrendszerbe folyik a víz, hanem ugyanúgy folyik kifelé, mint ahogy egyébként ez kettő darab vágással és egy beépítéssel meg lehet oldani, nem kell hozzá egy túl nagy műszaki ismeret. Egyébként mind a mellett, hogy a csapadékvíz egyébként hasznos is, tehát teljesen felesleges, igen, teljesen felesleges azt illegálisan bevezetni és ezzel mindenkinek kárt okozni, hanem lehetne hasznosítani, vesz hozzá 200 literes hordót és megtölti, és utána ezzel tudja a kertet öntözni, tudja használni otthon normális egészséges célokra, akkor, amikor majd jön a szárazság, milyen jól fog jönni egy-egy köbméter csapadékvíz. Még az előzőhöz az hadd tegyem hozzá, hogy félreértés ne legyen. A Pannonvíz nem ebből akar meggazdagodni. Nem ezekből a 100 000 forintos büntetésekből szeretnénk további pénzeket szerezni. Nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy a tisztességesen, jogszerűen fogyasztókat ne önts el a tisztességtelenül fogyasztók vize, és még szennyvize, és még van egy nagyon fontos elem, az pedig az, hogy lassan ezek a illegális csapadékvíz rákötések, ezek már a település fejlődésének is a gátjai lesznek. Nem tudunk további engedélyekhez hozzájárulást kiadni, mert a hálózataink olyan mértékben túlterheltek, a csapadékvíznek mindig ugye a legmagasabb szintű terhelést kell nézni, és amikor már 100% vagy 100% fölötti van, akkor már nem járulhatunk hozzá további építési engedélyek kiadásához. Egyébként, hogyha nem lennének ezek az illegális csapadékvíz rákötések, hanem csak a normál fogyasztást használnánk, akkor vannak olyan városrészek, az előbb elsorolt városrészekben is, ahol még van kapacitásunk, hálózati kapacitásunk. De ezzel a csapadékvízzel ezt már nem tudjuk fenntartani. Akkor látványos eredményt hozhat a Pannonvíz számára, és a fogyasztók számára is, hogyha ezek a illegális lekötések megszűnnek. Abszolút. Teljes mértékben azt gondolom, hogy a mindennapok, a közérzet sokkal jobban fogják magukat érezni az emberek, és van további lehetőség a fejlődésre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és én szeretném azt kívánni, hogy minél kevesebb büntetést kelljen kiszabni, úgy szűnjen meg ez a probléma, és akkor még egyszer mondjuk el a tévénézőinknek azt az időpontot, ami nagyon fontos, hogy meddig lehet ingyen lekötni büntetés nélkül ezeket a bekötéseket. Büntetés nélkül 2022. január 15-éig bárki lekötheti akár jóhiszemű, akár rosszhiszemű rákötését. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink, konkrét lesz pénteken, akkor is várjuk Önöket, addig is a viszontlátásra.